Sziasztok és üdvözöllek titeket a mai Far Cry Primal részben. Ugye ott hagytuk abba az előző részben, hogy építettük egy kunyhót Tensai-nak, illetve Szájlának is, és Szájlától kaptunk egy új kőbunkót, amire azt mondta ugye, hogy az udámok valószínűleg vissza fognak érte jönni, szóval valószínűleg most valami harcszerűség következik. És ugye a kőbunkóval tudunk közelharcot vívni, illetve azt tudjuk közelharci fegyverként használni, a dárdát, illetve láncsát pedig vagy közelharcra, vagy el is tudjuk dobni. És igen, az egy, hogyha sokáig lenyomva tartjuk a balegérgombot, akkor tudunk nagyobb ütést mérni azokra az ellenfelekre, akik esetleg erősebbek, és több ütésre van szükségük, hogy megpusztuljanak. Nem mire számítottál? Ránk hozta az udamokat ez a hülye csaj. Hey, de csúnya vagy. My marcha sar. Winjaman. Ez egy tényleg elég rusnyácska. Chuta Marica. Jaj. Ő lehet itt a főköcsög, én úgy érzem. Ja, tök jó erre appellálni, hogy én meg a kis farkasom majd mindent megoldunk mindenkinek. Végül is. Hát gondolom, hogy most a közelharcot kéne ezzel gyakorolnunk igazából, viszont én messzebbről jobb vagyok, úgyhogy azt hiszem maradok a posztomon. Ő meghalt? Valamelyik még mindig lő valahonnan. Van, még mindig van egy. Nem, az már meghalt, ott van. És elfogytunk, és nincs már nagyon sok nyilunk. Oh-oh. Közben megtámadtak már minket. Innen is. Ujjjjjjj. Ez csúnya lesz. Miért mennyit kell belelőni, hogy megpusztuljon na végre? Jajjajjaj. Nem baj, ő is meghalt. És meg vagyunk? Nem vagyunk meg, még mindig jönnek. Szerintem találtam fejbe? Na most. Okay. Várjuk meg, hogy bejöjjenek a kapun. Egyszerű célpont. Oké. Okay. Remélem, most már megvagyunk. Mert most már egyáltalán nem tudok craftolni. Megvagyunk. Túléltük. Húrá. Udam Shanti Ati. Mi még én menjek utánok? De még én menjek utánok. Oké. Na, viszont szükségem lesz mindenféle nyersanyagokra.
Mert hogy minden létező fegyveremet elhasználtam. És ezeket is át lehetne nézni, bár azzal most elég... Nem, át akartam nézni a hulláját, nem megsimogatni a kutyust. Nem úgy nagyon cuki. Ú, itt most van elég hulla, akiket meg lehetne nézni. Úgy tűnik, őt már átkutattam. Hát ilyen nulla felszereléssel nem fogok utánuk menni, hogy se egy dárdám, se egy nyílvesszőm, se semmi. Aha, egyáltalán nincsen hárbudom, úgyhogy azt mindenképpen kéne. Warpati, palhu winja waidata. Ezt kéne valahonnan szerezni gyorsan. Ez a bombás emberke, ezzel megküzdöttünk. Na de, a lényeg, hogy megvagyunk. És most utánuk kell menni, viszont közben kéne gyűjtögetnünk fát. Ami sajnos nincs rajta a térképem, de ahogy láttam a skill fában, ez is tanulható. Úgyhogy addig kéne gyűjtögetni, ameddig odaérünk, hogy legyen legalább valamennyi tüzelőnk, vagyis hát nem tüzelőnk, hanem amivel lőni tudunk. Itt van egy kis fa. És itt is vannak, hát nem igaz. Gyökér, udámok. Ja, megvan. Ó, még van egy. Hol van? Ó, ott van. Megvan. Na, még egy kis fa. Mi ez, ami kígyó? Ez nagyon kígyó. Jó, egy kis nád. Jó, egyelőre elég messze vannak, úgyhogy... Addig még talán találunk elég fát. Oh-oh, de azért még addig is kell néhány hudámat így ölögetni itt közben. Oh, mondjuk már mindegy, mert megölték a Venge-t, aki itt volt. Közeledünk. És tulajdonképpen ez a kis akciója Szájlának. Kb. A fél eddig meglévő táborunkba került. És úgy látom most itt a kis térképről, hogy nem csak udámok lesznek ott, ahova megyünk, hanem... Jó, közben itt kerülünk egy picit, meg kapunk XP-t a location-ökért, amiket felfedezünk. Megmart egy kígyó, úgy érzem. Szóval valószínűleg Venge-ket is tartanak fogva a kis térképből ítélve. Most nem arra megyünk, az lehet, hogy egy másik event volt, most itt visszarakott minket a helyes irányba. Oh, még egy kis fa, nagyszerű. Ó, és ez a zöld növény, ez jó nekünk, abból tudunk majd hílálni. Legalábbis mindig a zöld növényből lehetett hílálni a Far Cry 3-ban. Na, közel vagyunk. Már a zene is izgalmasodik, ha ilyen szó létezik egyáltalán. Egyre izgalmasabb. Igen, ez a tipikus ilyen Far Cry lopakodás, hogy követ tudunk eldobni, hogy eltereljük valakinek a figyelmét, és C betűvel tudunk lopakodni, illetve el tudunk bújni a növényzetben. Oké.
Ha el kell terelni a figyelmüket azzal, hogy dobunk egy követ. Na mindjárt. Ahogy oda föl kéne menni, de ezt most nem látom a legjobb megoldásnak, hogy felmásszunk. Ja, nem is tudunk felmászni. Mert még ilyenünk nincsen. Ja, látom, hogy ez nem ellenségeket jelöl, ez a három, hanem ilyen bone tricket, amiket le kell lőnünk. Jó, hát én most úgy döntöttem, hogy így beléjük megyek, de ez lehet, hogy egy hülye ötlet volt. Juhuj. Ó, de kedves a farkasom, hogy feláldozza magát, értem. Gyorsan healite is. Ne simogasd a kutyát, amikor éppen ölnek! Teljesen megvesztél? Ó, ez szép volt. Jó, bone tree, ez az egyik. Mit nem tudjuk lelőni? De, jó, egy megvan. Hát vagy nincs. Mi van már? Oké, akkor szét kell ütni. Oké, most megvan. Jó, mászunk föl. Tényleg nincsen jobb feljutás, mint oda mászni, miközben éppen meg akarnak ölni. Ó, anyám. Bum! Esle! Oké. Okay. Heal, gyorsan heal. Na jó. Ó, azt hittem, most meg fogunk halni. Most odarohanok és megcsinálom a harmadikat. Ez az. Kill all the enemies? Ez nem jó. Azt hittem, most elmenekülhetek. Igen, mint mondtam, nem vagyok túl jó közel harcban. Azért ez vicces volt. Ó, jöttek a vengyák és segítenek nekem. Mi? Hát ez vicces volt. Júj, ez nem jó, őt így nem tudom megölni. Becélozni rendesen. Ó, még van egy. Nem ütöttem szét a tetőn lévőt? Vagy nem értem? Azt is szétütöttem az előbb a csávóval együtt. De úgy tűnik, hogy mégsem. Jó, már csak meg kell ölni a maradék harcosokat. Ezek miért mennek így fejjel a falnak tulajdonképpen? Azért remélem nem volt nagyon rossz döntés, hogy hardra állítottam a nehézséget. Jó, hát ez nem volt könnyű. Ezt azért el kell mondanom, hogy ez nem volt könnyű, meg én nem vagyok tényleg jó közelharcban, én mindig távolról szoktam lőni, meg általában erre is gyúrok, szóval... Hú. Udam Guanta? Udam Mari. Ul Atikwaifa. Apa. Laiwam Haya. Shaja. Igen, ő lesz a főköcsög. De hát ez a te hibád. Shaja, palhu udamari, winja baltasa, guaifamas. Shaus, uld dausam. Sana
Ez az igazi bolond arc. Maci, sami kartici napa. Hát jó. Winjai. Winjai. Ezek mind ikrek? Winjai. 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 Jó. Most kezdődik csak az igazi harc. Ez egy elég... Elég jó harc volt eddig is. Aha, most kaptunk új ilyen küldetéseket, és új harcosokat kell visszahoznunk, amik elvileg ott lesznek a térkép. Aha. Kaptunk különböző küldetéseket, Jaima, Voga és Karush személyében, akiket vissza kell most hoznunk. Na és amit szerettem volna még, hogy megnézzük, hogy mi is kell egészen pontosan ahhoz, hogy a saját kis kunyhónkat meg tudjuk építeni, de ez szerintem nem az én bejáratom lesz, hanem az itt lesz fönt, és annak még össze szerettem volna szedni az alkatrészeit, illetve egy darab slate kell hozzá, és akkor utána meg tudom csinálni a saját kis kunyhómat. Keresünk valahol egy slate-et, valahol itt biztos lesz a közelben. Illetve ha már itt vagyok, akkor meg is nézem, hogy a skillfán mit és mennyit tudunk fejleszteni, de ahogy látom, egyelőre csak egyet. Hát ez sprintelés közben, hogy tudjunk gyógyulni, primitive heal. Itt meg, hogy látszódjanak a növények, ami mondjuk nem lenne rossz. Ja, és hogy itt látszana a fa, meg minden ilyesmi, az kéne nekünk igazából, úgyhogy akkor elkezdünk ebbe az irányba fejlődni, aztán ha kapunk majd még egy skill pontot, akkor azt is megtanuljuk, hogy lássuk a térképen a követ, meg a fát, mert azok mindig kelleni fognak nekünk. Na, biztos egyébként csak ilyenkor nem fogok találni magamnak slate-et, mindenkor máskor belebotlom mindenhol. De most tutira nem fogok találni egyet se. Most megnézhetek volna a reward stash-ben, hát ha van. Gyerünk, egy slate-et találjunk már. Ebben esetleg. Nem utasd, gombócka, mi van benned? Animal fat, hardwood, meat. Úgy látszik, slate-et nem tárolnak ezekben. Most valamit tulajdonképpen megtámadott, mert a mini térkép nem mutatja. Ott egy slate, ott egy slate. Yeah! De minden indultunk, amúgy olyan ismerős. Zseniális, és most már tudjuk fejleszteni, vissza is megyek gyorsan a sajátomba, így egyszerűbb, és felfejlesztem maximális szintre, vagyis első szintre. Ahogy láttam, két szintje van, aha. Úgyhogy most én is örömködhetek egyet itt a többiekkel. Jó, még gyerekvengyáink is vannak. Azt hiszem, ez egy gyerek, nem egy lány. Sok jó dolgot tanultam. 1500 XP, akkor lehet, hogy kaptunk még egy... Aha. Kaptunk még egy skill pontot, és ezzel meg is tanulom, hogy találjunk ilyen dolgokat a... vagy lássunk ilyen dolgokat a térképen. Jött, akkor már megnézem, hogy mi mást. Ó, oh, hogy kapjunk plusz egy health bar-t, ami jó, úgyhogy erre fogunk legközelebb fejlődni. És ezek szerint ez vagyunk mi? Ez vagyunk mi Takara, király. Szóval most már ezeket unlockoltuk, illetve itt még a galamb, nem galamb, a bagolyra tudunk fejlődni.
és majd fogunk tudni idővel nagyobb fenevadakat is megszelidíteni. Most egyelőre nagy macskákat tudunk, meg ilyen farkasféléket. Úgyhogy királyság, megnézem is, mi kell a következő szinthez, hát abból szinte még semmink nincsen. De igazából, ahogy látom, csak XP-t kapunk érte, úgyhogy egyelőre az annyira nem fontos. Megnézzük neki, mi kell. Ó, itt is borzasztó sok minden, meg még 4 mamutot kell majd megölnünk hozzá, szóval. Illetve Tensai-nak van még valami küldetése a számunkra. És azt akartam megnézni, hogy mi tartogat nekünk ma a reward stash. Gondolom, megint beleálltam a tűzbe, általában ezt szoktam csinálni. Kaptunk néhány ilyen déli cuccot, illetve állatokat még mindig nem kaptunk. Igen, nekiállok a tűzbe. Plusz küldetésünk nincsen, de Tensai-nál úgy látom, hogy lesz küldetés, viszont szerintem ezzel megvárom majd a következő részt, most már nem kezdek bele, mert lehet, hogy valami olyan hosszú dolog, amit nem tudok akkor majd elmenteni, úgyhogy itt lezárom ezt a mai részt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor lájkoljátok és dobjatok egy kommentet. Találkozunk a következő részben, addig is sziasztok!